Gyakorlatunk során a karsztvidékek felszínformáit fogjuk megnézni, változatos karsztfelszínt alakítunk ki. Terepasztalunk segítségével, ami most jelen esetben egy ilyen műanyagláda, már homokot rétegeztünk a műanyagládába. Ezt megszórtam egy kis gipszporral, illetve mészkő darabkákkal próbáltam barlangokat rakni. Na most ezután még próbálunk kis homokot szórni a tetejére, hogy ezért a felső rétegeket kialakítsuk. A homok réteg után meg ugye a kőzeteket kérdezni. Ismételten megszórjuk és gipszporral. Majd mészkővidékről származó meszes talajt rétegezünk a tetejére. A meszes talaj nagyon-nagyon sok mészkövet is tartalmaz. És ami számunkra mindig egyedivé teszi a terepünket, növényeket is ültetünk a mészkővidékre. Most a mészkővidék növényei közül nem ezek a legtipikusabbak, de most ezzel a kis fűcsomóval próbáljuk illusztrálni a növényzetet, a növényvilágot. Természetesen mészkövet a felszínére. Amit nagyon jól tudunk, amit ismerünk, hogy a mészkő területeken vékony talajréteg található. Ez a talaj speciális tulajdonsággal bír, és ezt szeretném most bemutatni. A csapadékvizet ugyanis nagyon hamar elnyeri. A mészkő repedés hálózatával, mint ahogy itt is látszik, nagyon gyorsan, vagy hálózatán keresztül, nagyon gyorsan a mélybe szivárog a víz. A mélybe szivárgó, a mészkő repedés hálózatába kerülő vizet már karsztvíznek hívjuk. A karsztvíz pedig oldja a mészkövet, és nagyon különleges felszínformákat alakít ki a barlangokban. Ugye a cseppköveket most ezzel a kísérlettel nem tudjuk sajnos bemutatni és illusztrálni, azt viszont jól láthatjuk, hogy a mészkő felszín elnyeri a vizet, és ha ügyesek vagyunk és nagyon jól szemlélődünk, akkor víznyelőket, és meg dolinákat vehetünk észre. Mi is a különbség a víznyelő és a dolina között? A dolina az mindig nagyobb, illetve hát alakját tekintve egy kicsit öblösebb forma, míg a víznyelő az egy tölcsér alakra hasonlító mélyedés. Ördögszántást is megfigyelhetünk abban az esetben, hogyha ezt a felszínt egy kicsit meghúzzuk. Az ördögszántás az egy nagyon érdekes felszíni képződmény, amely szintén a mészkő területekre jellemző. És hogyha a felszín alá pillantanánk, amire most nincs lehetőségünk, akkor a karsztvíz pusztító tevékenységét is megfigyelhetnénk. Nagyon érdekes ez a gyakorlat akkor, hogyha a gyerekek készítik elő, ők azok, akik a mészkő barlangot, illetve a mészkő felszínt, a mészkő talajt a terepasztalon kialakítják, és utána pedig a csapadékot egy locsolókanna segítségével illusztrálják. Mint ahogy látható, már az állatvilág is megjelent, itt egy hangya próbál a mészkő területeken menekülni.